Jó napot kívánok akkor újfent, nem tudom, hogy mennyire cserélődött a közönség az előző megnyitó óta, de öröm látni, hogy ennyi érdeklődő van. Én továbbra is faragódani vagyok a Magyar Jelentől, de ami sokkal fontosabb ennél, hogy itt van mellettem egy eléggé rutinosnak mondható országgyűlési képviselő, dr. Apáti István személyében, aki 12 éve tagja a magyar parlamentnek. Köszöntsük őt egy tapssal. A Nemzeti Oldal küzdelmeiben szintén rutinosnak mondható Dózs Dávid is, aki viszont frissen került a magyar törvényhozásba. Az önök jó voltából többeknek köszönhetően. A szekciónk címe az, hogy kinek adjunk magyar földet, kié legyen az ingyen föld. Mind a kettő országgyűlési képviselő jártas a mezőgazdaságban. Viszont még mielőtt erre a szakkérdésre, szaktémára rátérnénk, mivel ti vagytok a legelső országgyűlési képviselője Mi Hazánknak, akik asztalhoz ülnek itt a Magyar Sziget Fesztiválon, arra kérnélek, hogy egy pár rövid gondolattal, rövid mondat erejéig valamit reagáljatok az április 3-i választásokra, annak eredményére, illetve azt is hozzátenném B-kérdésként, hogy milyen így most már az elmúlt 2-3 hónap munkatempója, munkamorája, akár a Mi Hazánk frakcióján belül és azon kívül is, Apáti úr. Először is jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagyon jó érzés azt látni, hogy nem is kétharmad, hanem inkább 4/5 ház van, tehát kb. 80%-os terítettség, de lehet, hogy már közelítünk a 100-hoz is. Ez igazán ritka, hogy egy ilyen rendezvénynek a nyitónapján, az első előadásom, vagy ilyen beszélgetős blokkán ennyi érdeklődő van. Általában más pártok hasonló rendezvényein lézengenek csak az úgynevezett érdeklődők, úgyhogy igazán megtisztelő és örömteli, köszönjük szépen. Hogy a kérdésre röviden válaszoljak, mi a legelső vagy a legerősebb benyomásom április 3-ával kapcsolatban, hát nagyon röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy ismételten sokat szó bebizonyosodott, hogy van Isten, és a kiegyenlítő igazságosság el, vagy a jogász is kibújjon belőlem, ne csak a református ember, a kiegyenlítő igazságosság elve érvényesült, és nagyon komoly elégtételt sikerült vennünk közösségi szinten, ez a legfontosabb persze, hiszen konzervatív emberként én is azt képviselem, hogy a közösség érdeke az egyén érdeke fölött való, de nem szabad vék alá rejteni, és nem szabad álszentnek lenni sem. Nyilván egyéni szinteken ki a maga harcait külön megvívva, és sikerült elégtételt venni, nem valósnak vélt, hanem nagyon is valóságos, közelmúltbéli sérelmeinkért. Dózs Dávid is sokat mesélhetne erről, szerintem, és én magam is Duró Dórával együtt kaptunk hideget, meleget a valamikor szebb napokat látott egykori nemzeti párt tagjai részéről, nem csak egyébként a fővárosi politizálás szintjén, hanem lakóhelyi választókerületi szinten is. És hát bebizonyosodott, hogy mi láttuk jól, mi, akik a sokkal nehezebb utat választottuk, mert az előbb elhangzott, hogy én már a 12 évet lehúztam a parlament, a 13. esztendőt kezdem, abszolút ambivalens érzéseim vannak, amennyire talán valamelyes rutinosnak számítok, olyan hamar el is telt ez a 12 év, egyfelől nagyon hamar elrepült, másfelől azért főleg a fejem vagy a hajam oldalsó részén látszik, hogy nagyon sok őszhajszál megjelent. Tényleg látszik. Tényleg nagyon látszik, hogy nem sok hajam van eleve, tehát erre mindig figyelek, hogy a szolgálati szabályzatnak megfelelően rövid sportosra nyírassam a frizurámat, de az őszülést én sem tudtam elkerülni, azért nyilván a fokozottabb stressz volt ennek a kiváltó oka. Nyilván nagyon sok tapasztalatra tett szert az ember, és az az egyszerű politikai logika vezette az érték nélkülivé vált, vagy értéksemlegessé vált Jobbikot, hogy egyszerűbb az akol melegében, a baloldali akol melegében együtt maradni, mert az a biztos, az valószínűleg kevésbé kockázatos, hiszen nagyobb eséllyel maradhatnak bent a parlamentben egyes képviselők, aztán a választópolgárok erre alaposan rácáfoltak, mi pedig nem azt néztük, hogy vajon mennyi az esélyünk, hogy bent maradunk, vagy kiesünk, hanem hogy eredeti értékeinknek megfelelően az eleve megkezdett úton tudjunk tovább menni. De ha erről az oldalra nézzük, jóval nagyobb kockázatot, jóval nagyobb politikai kockázatot vállaltunk, sőt, igazából csak mi vállaltunk politikai kockázatot, és hát azok a gyávák, akik elbújtak, elbújdokoltak, és az akol melegében keresték a biztonságot,
azok nagyon csúfosan leszerepeltek. Ha csak a Jobbikot nézzük, ugye a 26 fős valamikori frakcióból maradtak 10, és nagy tételben mernék arra fogadni, hogy nem 10 fogják befejezni ezt a ciklust, mert lesznek köztük valószínűleg független sorsot választók, vagy független státuszt választók is, hiszen az az elértéktelenedés az nyilvánvalóan szétfeszíti a kereteket, és további súlyos következményekkel jár. Ők biztosan el fognak tűnni a magyar politika süllyesztőjében, mi pedig nagyon hosszú távon fogunk tudni politizálni, és a jelenlegi, vagy az választásokon elért közel 6%-os, ma már legalább 10-12%-os támogatottságunkhoz képest jóval izmosabb eredményeket fogunk tudni elérni, és finoman szólva is erősen megkerülhetetlen tényezői leszünk a magyar belpolitikának az én meggyőződésem szerint hosszú távon, de nem rabolnám az időt, és át is adnám a szót Dávidnak, mert ha nagyon belelendülök, akkor az egy órát ezzel kibeszélem. Köszönöm. Dávid, nálad sem változik a kérdés. Érték nélküli, érték semleges Jobbikot emlegetett Apáti úr. Amikor Jakab Péter bejött a parlamentbe, ő rögtön azzal kezdte, hogy ő első felszólásában ezt mondta, hogy ő még ennyi bűnözőt életében nem látott. Neked miről szólt az első? Hát sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hatalmas öröm, hogy telt ház, jobban mondva telt sátor van, mint láthatjuk. És annak még inkább örülök, hogy rengeteg fiatal arcot is láthatok itt a közönség soraiba, hiszen tudjuk, hogy a fiataloké a jövő, de hát azért azokat se nézzük le, akik eddig ténykedtek, és akik az aktív korosztályhoz tartoznak, hiszen a múltunkat pedig nekik köszönhetjük. Én április 3-at úgy éltem meg, hogy nem volt igazán más opció. Mi nem egy politikai pártnak a szerepét kellett, hogy beteljesítsük, hanem ennél sokkal fontosabbat, mi a magyar nemzet javára gyakoroljuk minden nap azt a munkát, amit elvégzünk és amit teszünk. És nekünk ez egy küldetés volt, ez nem volt kérdés. Én nagyon örültem volna, hogyha mérleg nyelveként futunk be a magyar parlamentbe, és ha már akkor ezt a pozíciót meg tudjuk szerezni. Tehát minden rosszban van valami jó, ez a mérleg nyelve pozíció nem sikerült, de ne bánjuk annyira, hiszen a Jóisten a mi kezünket fogja, a mi utunkat vezeti, és láthatjuk, hogy egy hónap elteltével, gyakorlatilag májusra, mi már a legerősebb ellenzéki párt lettünk, ami azt jelenti, hogy a második legerősebb párt Magyarországon, ami egészen hihetetlen, hiszen előttünk most már csak a kormány van. A baloldali összefogás az bizonyította, hogy nemhogy kormányváltásra nem alkalmasak, de még ellenzéknek sem. Jelen pillanatban is zajlik a saját maguk által indított felszámolásuk. A Jobbikra pedig nem is nagyon pazarolnék szó, talán annyit mondanék el róla, hogy nemrég még egy 20%-os párt volt, jelenleg 2%-ra mérik őket, de a történelem süllyesztőjében most már reméljük, hogy mi hamarabb teljesen el fognak tűnni, hiszen állandóan próbálják a politikai irányukat meghatározni, de mire talán ez sikerül nekik, hogy a saját identitásukkal tisztába kerüljenek, addigra már nem lesz kivel ezt meghatározni, mert teljesen szétforgácsolódtak. A Jóisten azt tudja, hogy hogy kell a kártyákat keverni, kinek mit kell leosztani, ő nekik most leosztott aztán rendesen, de hát én azt gondolom, hogy mindenki azt kapja, amit érdemel, és hát ez a többi baloldali összefogás pártjával is így van, hiszen ők sem csinálnak igazán semmit. Én megmondom őszintén, hogy én most kezdtem ugye a parlamenti munkát, nagyon nagy lendülettel vártam, talán a lendületet azt remélem, hogy látjátok is rajtam, igyekszem én is elég aktívnak mutatkozni és annak lenni, viszont az nagyon demoralizáló, amikor mondjuk a tisztelt ház megszólítást, eddig nem nagyon értettem, de most már megértettem, hiszen sokszor a napirend utáni felszólalásaimat azt nem a képviselő társaimnak tudom elmondani, hanem nektek, önöknek a tévébe, illetve hát a ház falainak, mert csak a ház van, az üres terem van. A többi képviselő már éppen nem ér rá meghallgatni azt, hogy mi milyen problémákkal szeretnénk szembesíteni őket. Illetve hát az is bicska nyitogató, nekem ugye ezek új eszközök még, Pistő már rutinos, ő tudja, hogy ez eddig is így működött sajnos, de amikor mondjuk felteszünk egy kérdést egy interpelláció keretén belül, és egy előre legépelt választ kapunk, ami végképpen nem arról a témáról szól, aminek okán mi megkérdeztük esetleg az illetékes államtitkárt vagy minisztert, akkor azért az is elég bicska nyitogató, és ezt most már rajtunk keresztül nem csak mi fogjuk látni a ház falain belülről, hanem ti is, önök is fogják látni.
hiszen egész egyszerűen semmiről nem szól a parlamenti munka, a Fidesz az nem tud semmi más csak gyurcsányozni, a baloldal semmi más nem tud csak mészáros lőrincezni, és ebből én úgy gondolom semmilyen konstruktív előrelépés nem lesz, a magyar nemzet ebből semmit nem fog profitálni, nekünk pedig az a lényege talán a munkánknak, hogy a magyar nemzetet végre felzárkóztassuk arra a szintre, ahová való, hiszen egész egyszerűen az elmúlt 33 évben, hogy ne kanyarodjak vissza régebbre a történelemben. Az elmúlt 33 évben feláldozták gyakorlatilag a magyar nemzetet, bizonyos politikai körök a saját céljaik elérésének az érdekében, illetve hát még ki tudja, hogy kiknek a céljai elérésének az érdekében. Viszont ha már krisztusi kort megértük, akkor én azt gondolom, hogy ez a feltámadás, a változás éve kell, hogy legyen. A mi hazánk bejutott szépen a magyar parlamentbe, megerősödtünk, most már dupla akkora százalékra mérnek minket, mint amivel bekerültünk a magyar parlamentbe, úgyhogy nem kérdés, ahogy Pista is mondta, hogy hatalmas jövő áll előttünk, de nem a mi jövünk a lényeg, hanem a magyar nemzet, Magyarországnak a gyakorlatilag megmaradása a lényeg, hiszen láthatjuk, hogy hányféle oldalról támadják most már nem csak ezt az országot, nem csak a magyar embereket, hanem a normalitást és az egész világot. És hát a témánk az pedig, én úgy gondolom, hogy ennek az országnak az életében a legmeghatározóbb, hiszen itt a föld, ez a létkérdés, a magyar föld az most már gyakorlatilag rendkívül nagy veszélyben van, annál is inkább, hiszen nagyon nagy számban, nagyon nagy hektárokban most már külföldiek birtokolják, amit még magyarok birtokolnak, azt nem tudják megművelni, azt gyakorlatilag nem tudják rendben tartani. Felszámolták teljesen az állattenyésztést, most jelen pillanatban növénytermesztés felszámolása zajlik az aszályra hivatkozva, de erről majd fogunk bővebben is beszélni. Tehát egész egyszerűen egy olyan helyzetet akarnak egyesek előteremteni, vagy előállítani, ahol egy mezőgazdasági, egy agrár nagyhatalom az nem lesz képes arra, hogy a saját állampolgárait ellássa első osztályú élelmiszerrel. Szégyen és gyalázat, hogy innen kigurulhat úgy egy magyar krumpli külföldre, hogy még nem etettük meg a saját 9,5 millió honfitársunkat első osztályú egészséges élelmiszerrel, és szégyen és gyalázat, hogy ide begurulhat egy tojás úgy ebbe az országba, hogy gyakorlatilag itt is annak baromfi tenyésztők, itt is annak olyan, akik mondjuk tojás előállítással foglalkoznak. Ha még ők nem adták el megfelelő tisztességes áron a saját portékáikat, addig ide nem lenne szabad külföldről bármit is behozni. De hát erről fogunk bővebben beszélni. Annál is inkább akkor a szakmai részére rátérve, ugye a munkátoknak a leglátványosabb eleme az a ülésteremben zajlik, na de a munka dandárja az a bizottságokban van, legalábbis ami a parlamenten belül van, és ugye te tagja vagy a mezőgazdasági bizottságnak, azon belül is a vízügyi és az erdészeti bizottságban is tevékenyen részt válasz. Az előbb azt mondtad, hogy nagy jövő állhat a mi hazánk előtt, oké, de milyen jövő állhat a magyar mezőgazdaság előtt így a dinnye szezon kellős közepén? Én most nem Cserhát halápról érkeztem, szűkebb hazámból, hanem egy Dunaszigetről érkeztem, hiszen Homorúdon vendégeskedtem majdnem egészen másfél napot az ottani mi hazánkos polgármesterünknél, Éberlin Balázsnál. És hát a szomorú az az volt ebbe az egészbe, hogy bár Duna szigetet ígértek nekem, hova elvonulunk egy kicsit a külvilág elől, és lefújjuk a mindennapos gőzt, amikor odaértünk, ez már csak egy fél sziget volt, hiszen száraz lábbal a Duna egyik ágában meg tudtam tenni az utamat, és átjutottam gyakorlatilag a Mohácsi oldalára a Dunának. Egészen elképesztő, csináltam rengeteg képet róla, a hajóroncsok bukkantak elő a Dunából, a vaddisznók, a kagylókat és a halakat szedik össze még az éppen megmaradt pocsolyákból, és hát ez azt a jövőt vetíti nekünk előre, hogy a felmelegedést azt láthatjuk. Na, jó, néha az Andrássy úton is most a rakparton mentek, de minket jobban érdekel, hogy az a fajta felmelegedés azt talán mezőgazdasági szempontból jobban idegesít minket, aminek a következtében sajnos a vizeink eltűnnek. Olyan, mintha valaki, ha már Kárpát-medencében lakunk, kihúzta volna a dugót, és valamilyen örvénnyel a vizeink eltűntek volna. Egész egyszerűen azt mondják a vízgazdálkodási szakemberek, hogy még mindig nincs akkora probléma, hiszen van elég víz a Kárpát-medencében, csak ezzel nem tudunk gazdálkodni. Tehát a vízügy egész egyszerűen nem tölti be azt a feladatot, amire hivatott lenne. Ők még most is az árvízvédelemre készülnek, akkor, amikor a Dunának a medrében száraz lábbal át tudok menni. Hát nem tudom, hogy még milyen katasztrófa, milyen negatív változás kell ahhoz, hogy végre észbe kapjanak, hogy végre rájöjjenek arra, én nem vagyok szakember, csak gazdálkodó és laikus, de gondolkodó palóc paraszt ember,
Én tudom, hogyha egy folyónak lemegy a vízszintje, akkor az magával viszi a talajvíznek is a szintjét, akkor tudom, hogy a kutaknak a vízszintjét is, és a vízháztartásunk teljesen felborul. Úgy látszik, ezt a vízügyi igazgatóságnál dolgozók nem tudják. Ugyanis egész egyszerűen, amikor a legjelentősebb folyónak a vízszintje több méterrel lejjebb van annál a szintnél, ahol kéne, hogy legyen, akkor egész egyszerűen láthatjuk, hogy az Alföld az most már egy sivataggá változott. És nem csak itt a homokhátság, hanem bizony északabbra is. De amikor már nálunk Nógrád megyében, az északi középhegységben is ekkora aszályról beszélhetünk, és nem csak magyarországi viszonylatban, hanem valamiért, nem tudom ezen ki gondolkodott el, ki nem, pont azt az északi földtekét sújtja ez az aszály, ahol azok az emberek laknak, akik eddig a munkájukkal eltartották a többi embert ezen a bolygón, pont azt a régiót sújtja ez az aszály, és ez világviszonylatban, ahol előállították a teljes föld népességének az élelmezéséhez szükséges élelmiszereket, akkor elgondolkodhatunk rajta, hogy ez vajon véletlen, vagy valaki tudatosan szórakozik velünk, valaki tudatosan áll a háttérben, és próbálja befolyásolni ezeket a dolgokat, és mindenféle őrült összeesküvés elmélet nélkül rengeteg olyan tényező van, mint ahogy elmondtam önöknek, most egész egyszerűen a vízügynek a nem megfelelő működése is tudja ezt befolyásolni, és hát láthatjuk, ahogy gyakorlatilag a gabona termésnél csak egy számszerű adatot hoznék, a tavalyi elvetett árpa mennyiségéhez képest idén egyharmadnyi résszel többet vetettek, tehát hogyha tavaly el volt mondjuk vetve 100 ezer hektár, akkor idén 133 ezeret vetettek, de a termés átlag még így is 10%-kal elmaradt a tavalyi évhoz képest. Idén a gabonatermésre is már rányomta az aszály a bélyegét, hiszen rekordalacsony átlagtermések voltak, tehát amikor az Alföldön 15 mázsát aratnak a gazdák, akkor azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon inséges, nem is évnek, hanem időszaknak a kezdete. De hol van még a tengeri? Hol van még a szója? Hol van még a napraforgó? Itt totális terméskiesések lesznek. Egész egyszerűen júliusban ez a második legcsapadékosabb hónap kéne, hogy legyen, és eltűntek a vetevényesek. Eltűntek. Egész egyszerűen elégtek szó szerint ezek a 20-30 centire megnövő napraforgók és kukoricák. A nap az egyszerűen elégette őket, mert hogy nincs víz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk szakmailag is nagyon oda kell magunkat tenni, ha lehet így fogalmazni, nem csak a parlament falain belül, hanem azon kívül is hallatni kell a hangunkat, kell az érdekeinket érvényesíteni, és fel kell hívni ezekre a problémákra a figyelmet, hiszen láthatjuk, hogy az elmúlt több mint 3 évtized elhibázott politikája vezetett oda, ahol éppen most tartunk. És szégyen szemre, én nem szeretnék se éhen halni a Kárpát-medencébe, de szomjan halni, meg még úgy sem. Tehát, hogyha mi nem fogunk tenni a saját életünk érdekében, akkor nagyon úgy néz ki, hogy a jelenleg regnáló kormány, vagy az éppen őket leváltani kívánkozó baloldali összefogás, az végképpen nem fog. Tehát a mi hazánknak egyetlen egy lehetősége és alternatívája maradt, az pedig nem más, mint a mi hazánk párt, mi magunk. Jó volt a kérdés, hogy hol van a szója, itt vannak viszont Apáth István szavai, mi a hozzáfűzni való? A helyzet valóban olyan tragikus, anélkül, hogy túlzásokba akarnék esni, és egészen közeli példát hozzak szűkebb környezetemből, Szatmáról, Csengerből, egészen pontosan a Romániának nevezett államalakulat határának közvetlen közeléből, hogy a messzeföldön a szárazság tűréséről híres akác is küszködik csemetekorban. Nekem is van némi kis akácos telepítésem, és rendkívül kritikus a helyzet, tehát ráadásul a mi földünk nem a nyírségi homok már, hanem egyébként jó minőségű réti öntés talaj, tehát kötöttebb a homoknál, jóval kötöttebb talaj. Nem akarok itt senkit talajtani, ismeretekkel untatni. A lényeg, hogy a vízmegkötő képesség ennek a talajnak az jóval jobb, lényegesen jobb, mint a homok talajé. És hát jelen pillanatban az akác is a túlélésért küzd, növekedésről szó nincs. Ráadásul olyan helyről beszélünk, hogy május eleje óta, ha 15 mm mondok, akkor nagyon túlzok, annyi eső sem esett. Gyakorlatilag csuklóig eltűnik a föld repedéseiben a kezem, tehát a kézfejemet nem látom, és nem csak egy-egy különösen súlyos helyen, hanem ez az átlag. Egy 12 hektáros terület azért egy reprezentatív mintavételre alkalmas,
Tehát amikor már az akász növekedése is gyakorlatilag megáll, lelassul épp, hogy a túlélésért küzd, akkor annál jobban semmi nem mutatja, hogy mennyire súlyos a helyzet. Egyébként javarész szüleim révén ugye egy 30 hektáros intenzív alma termelő gazdaságban, családi gazdaságban vagyok, családi gazdálkodó vagy tag. Minden fánkat tudjuk csepegtető öntözés révén öntözni. Elképesztő drága volt ezt az elmúlt 30 évben, gyakorlatilag a szüleim egy élete munkájának árán kialakítani. Ez nyilván megmenekíti, vagy megment a termés jó részét, de látjuk azt a készülő almatermésen, hogy a természetes esőt, a természet erejét semmi nem pótolja. Jelentős segítség, de azt, amit a természet tud nyújtani, semmilyen mesterséges módszer nem tudja kiváltani. Azzal együtt, hogy az elmúlt 32 év összes mulasztása, korrupciója, ellopott pénze, dilettantizmusa, szakmai és politikai alkalmatlansága, döntésképtelenség vagy éppen rossz döntései most ütnek vissza elemérővel. Most kezd az összes hullám tetőzni és átcsapni a fejünk fölött, mert amíg csak a Fidesz kormány feje fölött csapnak össze a hullámok, addig az minket ne érdekeljen, azt oldják meg ők, jó üzően fogyasszák el, amit az elmúlt 12 évben borzasztó nagy képűen, nagyon nagy arccal megfőztek, az az ő gondjuk. Azonban nem áll meg itt a baj, hiszen ennek nagyobb része rajtunk, jelen esetben mondjuk gazdálkodókon, vagy a mezőgazdasági munkavállalókon csapódik le, hiszen elmaradt rengeteg olyan vízgazdálkodási beruházás, amely révén mondjuk több 10 milliárd, vagy ki tudja hány száz milliárd köbméter víz nem folyna át Magyarországon, hanem sikerülne tartalékolni, megtartani, öntözésre használni. Azzal együtt, hogy az egyszerű kisebb teljesítmény öntözéseknél, bocsánat a kifejezésért, itt kicsit kötetlenebb családi körben vagyunk, halálra szivatják a gazdákat, és elképesztő költségekbe verik. Néhány KFT ezen meggazdagszik, mintavétel, vizsgálat, ilyen engedély, amolyan engedély, ilyen tervdokumentáció, olyan tervdokumentáció. Közben a gazda több százezer, de inkább több millió forintot kifizet, hogy az éltető az egyre inkább létszükségletet jelentő vízhez, az öntöző vízhez hozzájusson, nem beszélve aztán a fizikai kivitelezésnek az egyre növekvő költségeiről. És véletlenül sem szeretnék panaszkodni, majd szokták mondani a bank, a biztosító és a politikus a három utolsó a sorban, akit bárki bármikor megsajnál. Tehát véletlenül sem szeretnék sajnáltatni magamat, és egyébként még a családi vállalkozásunkat sem, de az alma révén azért általában a gyümölcs termelése van némi rálátásom, és érdekes, hogy amit önök, ti átlagfogyasztók hatalmas árnövekedésként éltek meg a boltokban, azt mi a felvásárlási árakon nem tapasztaljuk. Ugyanazokat, jó esetben ugyanazokat a felvásárlási árakat tudjuk, ez most már azért július végén látszik, mondjuk az almára kialkudni, ezt értsétek úgy, hogy 80-100-120 forint per kilogram, a gyönyörű étkezési almáért, amelyet a nagyvárosok polcain ritkán találtok meg, mert oda sokszor olyat visznek, hogy mi a léalmába nem tesszük bele, mert léalmának is szégyeljük, csak hogy legyen egy objektív összehasonlítás, hogy mivel etetnek, szó szerint mivel etettek minket. Szóval ugyanazt a felvásárlási árat, vagy még kevesebbet kapunk, mint tavaly vagy tavaly előtt, holott a munkabér megemelkedett, a gázolaj ára az egekben van, a vegyszer, a műtrágya és valamennyi a termeléshez szükséges alapanyag, nyersanyag, eszköz ára, a gépek fenntartási költségei nagyon jelentősen megemelkedtek. És egyszerre van Magyarországon, ha jól gazdálkodnánk vele, ha 32 éve erre gyúrnánk, és 32 év alatt legalább a beruházások egy részét elvégezte volna az állam, nem olyan beruházásokba fektette volna, amiben jól nagyot lehetett lopni, akkor most lényegesen előrébb járnánk. Hiába van nagy mennyiségű víz Magyarországon, egyszerre van jelen a vízbőség és a szárazság, a víz ínség, ahogy tetszik. Mint ahogy egyszerre van jelen például a mi keleti országrészünkben furcsa mód még mindig a munkanélküliség és a munkaerő hiány. Teljes képtelenség, de így van. Ugyanígy, mint az egészségügyben, egyszerre van jelen a pénzhiány, az alulfinanszírozottság és a pazarlás egyes nagyobb intézményekben. Mondhatnám azt némi paraszt egyszerűséggel, hogy lenne itt pénz mindenre, csak nem kellene ellopni, illetve jobban, hatékonyabban kellene elosztani. Ehhez egyébként sok esetben a józan paraszti ész bőven elegendő lenne. De azok a beruházások, amit az előbb mondtam, amiket elmulasztottak végrehajtani, vagy elmulasztottak elvégezni, és nem egy-két éves beruházások ezek, azok most bizony nagyon hiányoznak, és az a helyzet, hogy
hiába próbálkozik mondjuk esőtáncot, sámántáncot lejteni Orbán Viktor, Kövér László vagy bárki, az nem fogja megoldani ezt a problémát, és ráadásul egy olyan időszakban vágott minket telibe az aszály, amikor még egy 2,5 éve zajló Covid-válságból ki sem lábaltunk, ugye már ígérgetik, hogy ősszel megint minden egyre rosszabb lesz, amikor kitört, lassan 1,5 éve zajlik egy háború a keleti szomszédunkban, amikor történelmi mélyponton van a forint árfolyama, amikor az egekben van az infláció, tehát mindent egyszerre kapunk a nyakunkba, és nagyon nehéz lesz ebből egyébként ilyen formán talpra állni. De a szokásos paraszti lelemény és a túlélő képesség az valószínűleg segíteni fog valamennyi gazdálkodót ebben, azzal együtt, hogy szeretném jelezni így, mint egy szolgálati közleményként, hogy nem sokkal a parlamenti ülésszak vége előtt egy régi ígéretemnek eleget tettem. Nem mindegyiknek, de ennek az egyik legfontosabbnak már igen. Benyújtottam azt a határozat, javaslat, tervezetet, ami egyébként a kis háztáji gazdálkodás segíteni pénzügyi, direkt pénzügyi és természetbeni támogatásokkal. Engem is meglepett, hogy amikor egy május végi, június elejé sajtótájékoztatón bejelentettem ezt, hogy a Mi Hazánk egyik jó ötlete a sok közül, hogy szeretnénk életet lehelni azokba a vidéki családi házak, akár a régi típusú régépítési házak körüli kiskertekbe, udvarokba, amelyek valljuk be őszintén sokszor több ezer négyzetméteresek. Nyilván a megélhetéshez szükséges mennyiségű pénzt ebből nem lehet megtermelni, de hogyha, mint régen, mint az én gyerekkoromban, mondjuk a 80-as évek közepén, végén, 90-es évek elején zöldség és gyümölcs termelésre használjuk, és legalább mondjuk a baromfi tartásig eljutunk, hogy már nagy állattartással ne is próbálkoznak, mert az már a megafull szintje fölött van, akkor bizony létfontosságú zöldségeket, gyümölcsöket, fehérje forrásokat meg tudunk termelni, nagyon csekély ráfordítással, igazából a munkát kell biztosítani, és most bizony kezd valóra válni, de ne legyen igazam, amit én 2010-es első kampányom alkalmával elmondtam, hogyha az élelmiszer ellátásban zavar keletkezik, és a nagy áruházak, egy alapvetően agrárbeállítottságú országban, amely 30 millió embert is képes lenne ellátni, élelmiszerellátási zavarok keletkeznek, és még bezárnak a nagy multik, akkor egy héten belül képesek vagyunk éhen halni, ha leszokunk arról a régi bölcseletről, hogy amit lehet a saját kertünkben állítsunk elő. Nagyon nehéz lesz erre visszaszoktatni, könnyebb lett volna nem leszoktatni az embereket, nagyon nehéz lesz most visszaszoktatni, de egyrészt a muszáj a kényszer nagy úr, másrészt az állam csekély összegű kisebb pénzügyi támogatásokkal és természetbeli támogatásokkal ezt elő tudja segíteni. Nagy érdeklődése várom, hogy az a mezőgazdasági bizottság, melynek Dózs Dávid is tagja. Az előző ciklusban, az előző 4 évben én is tagja voltam, sajnos már most nem lehetek. Szeptemberben vagy októberben mit fog erre reagálni? Hiszen ezt azért politikai jogból nagyon nehéz lesz mondjuk nem támogatni vagy nem elfogadni, hiszen ezzel a legnehezebb helyzetben lévőkön is tudunk segíteni. Arról már nem beszélve, hogy a rezsi csökkentésnek is gyakorlatilag vége. A valóság az pont ellenkezője annak, mint amit mondanak, hogy azt állítja a kormány, hogy az emberek 75%-a így is majd alacsonyabb áron kapja az áramot és a földgázt, és csak 25%-a szenvedi el a rezsi növekedést. Valójában ez pont fordítva van, valószínűleg 75%-a fog az alacsonyan beállított limit fölé kerülni, és ilyen helyzetben faluhelyen, most elsősorban a vidéki környezetről beszélek, nagyon komoly pazarlás lenne, ha nem csak a udvarokat és a kerteket hagynánk műveletlenül, hanem mondjuk a rendelkezésre álló fafűtésű berendezéseket nem használnánk. Ehhez persze mondjuk az állami erdőgazdaságok és egyéb állami segítség révén nagy mértékű állami beavatkozás szükséges, ugyanis azért a hiénázás rögtön beindult, én most már tűzifára is kezd megemelkedni, és eljutunk odáig az a régi alapigazságig, hogy lehet itt akármilyen csili-vili ultramodern technika, okos tévé, nem tudom, 8K, 25D, meg sok minden, de amikor nagyon kezd összeomlani minden, amikor kezd kiszaladni a talaj a lábunk alól, akkor mégiscsak az a két alapvető fontosságú, hogy három, hogy ne haljunk szomjan, ne haljunk éhen, és ne fagyjunk meg. Úgyhogy lesz még becsülete a háztáji munkának és a háztáji művelésnek, amit 10-20 év ezelőtt elkezdtek megbosolyogni, még kinevetni azok, akik ehhez nem értettek, meg megmosolyogták azokat, akik nem bontották el a cserépkályhát, meg nem szerelték ki a régi vaskályhát, hát most megfordul esetleg a nevetés iránya, bár mondjuk
az a jó, hogyha nem nevet senki, mert elég cudar idők jönnek. És bizony azokhoz a régi tanításokhoz, amelyeket dédszüleinktől, nagyszüleinktől láthattunk, érdemes visszatérni, és ott, ahol erre lehetőség van, bizony beállni ismét a háztáji művelésbe, és azokat a régi technikákat, módszereket alkalmazni, amelyek azért talán még nem teljesen vesztek ki a mi tudástárunkból. Hát én annyit tudok megígérni itt a Magyar Jelen Színpad nevében, hogy a következő 3-4 napon a világot jelentő deszkákon mi is eljárjuk az esőtáncot. Ez sokat nyilván nem fog segíteni, viszont azért szeretném, hogyha még reagálnál, mert az is egy kulcskérdés, hogy oké, ha tegyük föl, hogy jól esik az eső, tegyük föl, hogy jók az árak, akkor sem mindegy, hogy kinek a kezében van a magyar föld. 2013-ban, amikor már országgyűlési képviselő voltál, elfoglaltátok a Jobbikkal a pulpitust, és az volt ráírva a Molinóra, hogy a magyar föld átjátszása külföldieknek az hazaárulás. Hogy áll most a földkérdés? Nos, itt valószínűleg az én benyomásaim vagy tapasztalataim, mint dönteni az északi és keleti megyékben előforduló emberként, mások, mint amit a nyugati határól hallunk. Az én legjobb tudomásom szerint észak-kelet vagy észak-kelet Magyarországon igen csekély mértékben lehet jelen, akár az osztrák vagy bármilyen más nyugati tőke. Azt nagyon nehéz ellenőrizni, hogy formálisan magyar ember tulajdonában, vagy magyar állampolgár földhasználatában, mert ugye nem menjünk bele most, amelyet azért sokszor elválik a tulajdon és a használat kérdése, sokszor más a tényleges földhasználó, mint az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos, ez ennek egyébként jól indokolható okai vannak. De valóban Vas, Zala, Győrbason, Sopron megye térségéből nagyon jelentős és folyamatosan erősödő híreket lehet hallani, ahol bizony úgymond főleg az osztrák térhódítás igen jelentős. Egyszerű jogalkotási és jogalkalmazási eszközökkel a kétharmadot erre kellene fordítani, csak halkan jegyzem meg, vagy nem is annyira halkan. Meg lehetne védeni egyébként a magyar földet, és az a furcsa, hogy az a törvény, amely ellen pulpitus foglalással tiltakoztunk, az sok esetben egyébként szokás szerint a magyar gazdák ellen fordult, ugyanis ezzel a fajta túlszabályozással nem sikerült megvédeni mondjuk a nyugati határ mentén lévő földjeinket, tehát nem sikerült a kívánt hatást kiváltani, elérni, de azt elértük, hogy gazda, nem csak ember embernek, hanem gazda gazdának is farkasa legyen sokszor, és anélkül, hogy belemennék, látom Dávid itt bólogat, sikerült elérni, hogy mondjuk ügyvédi praxisok kerülnek veszélybe akkor, amikor nem biztos, hogy a valós földárat, vételárat írják bele egy szerződésbe, úgynevezett védőárakat fogalmaznak meg, hogyha az elővásárlási sorrendben előrébb lévő be akarja nyújtani az elővásárlási nyilatkozatot, akkor kvázi egy ilyen büntető árat, egy irreálisan magas árat fizessen meg. Aztán a valódi ár és a védőár különbözetében majd lesz valami, azt mindenkinek a fantáziájára bízom, vagy lehetőleg megakadályozzák ezeket a szándékokat. De olyan nagy a földinség, nem csak a vízhiány nagy, hanem a földinség, hogy sokszor még az irreálisan magasnak tűnő hektáronkénti árakat is kifizetik. Sokszor nem is azért, mert az adott gazdának a 800. hektár, vagy éppen a 52. hektár után annyira kellene az 53., hanem hogy rálicitáljon a másikra, hogy megmutassa, hogy ő az alfahím ebben a közösségben, és ő a legnagyobb gazda. Ennek nyilván van pozitívuma is, hiszen van egy kiélezett versenyhelyzet. Másrészt inkább rossz, mert nem ilyen formán kellene versenyezni. Azt gondolnám, hogyha a helyi földbizottságok, és mondjuk mi ebbe az irányba vinnénk el a földtörvényt, a helyi földbizottságok, akik a legjobban, egyedüliként ismerik a helyi viszonyokat, tuti információval rendelkeznek arról, hogy az adott vevőjelölt valóban földhasználó, földműves gazdák, és tényleg műveli a földet, hiszen nyilván a föld azért legyen, aki használja, aki megműveli, aki értéket állít elő, és nyilván magyar emberé legyen, tehát olyan magyar földművesé, aki ténylegesen azt használja, a családját fönntartja belőle, saját szükségletre termel, vagy éppen egyébként életvitelszerűen ebből él. És ne legyen ilyen elképesztő az emberi kapcsolatokat mérgező és teljesen leromboló jellege, és a magyar föld ára természetes módon, ilyen mesterséges módszerekkel emelkedjen. Nagyon jó, hogy emelkedik, nagyon jó, hogy egyre többet ér, de azért jó lenne, hogyha organikus folyamatok miatt érne egyre többet, és nem egy jogi trükközés eredményeként. Erről nagyon keveset beszélnek, erről diszkréten hallgat az agrárkormányzat is, de ezzel a földtörvénnyel, ezzel az indokolatlanul túlbonyolított földtörvénnyel ezt sikerült elérni meg azt,
hogy egy tulajdonjog bejegyzés legjobb esetben 6 hónapig tart a szerződés aláírásától számítva. Ezt mondjuk harmadára le lehetne csökkenteni, és a helyi földbizottságokra bíznánk annak a szűrését, hogyha földspekulás, főleg a külföldi bevásárló, felvásárló jelenik meg, akkor ott valóban legyen vétójoga egy ilyen földbizottságnak, az bőven elég lenne, és egyébként, ha biztosan magyar földhasználó földműves veszi meg az adott földet, akkor ezt az elővásárlást alapjaiban kellene átgondolni, mert mondom, sok esetben az emberi harag kiváltásának az oka az, hogy amikor létrejön egy alku, csak azok is értsék, akik nincsenek ebben benne, eladó és vevő között, és a vevő akár az, hogy nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági, mezőgazdasági, gazdálkodói szemben megbízható, tehát biztos, hogy nem külföldi spekuláns, akkor ő szerezze meg annak a földnek a tulajdonjogát, nem aki mondjuk az elővásárlás sorrendben őt mindenképpen megelőzi, vagy jóval nagyobb tőkerővel bír, és meg tudja oldani, hogy még egy magas ára is rálicitáljon, hiszen sok esetben a kisebb pénztárcával rendelkező mondjuk fiatal gazdálkodók, vagy középkorúak, akik esetleg most találnak vissza a földhöz, pontosan azért nem tudnak már versenyképesek lenni egy kisebb terület megvásárlásánál, mert ezeket a sok esetben mesterségesen felvért földárakat már nem tudják megfizetni, vagy az elővásárlási sorrendben annyira hátul helyezkednek el, hogy nagyon kevés, körülbelül annyi esélyük van, mint a télapónak húsvétkor arra, hogy azt a földet végül is magukénak tudják, és mindent a náluk jobban tőkerősebbek kebeleznek be. Tehát egyfelől nem ért el a megfelelő hatást a földtörvény, másfelől meg ott jelenték gátot, meg egy blokkolást, ahol meg pont nem kellene. Dávid, neked jók szoktak lenni a megérzéseid. Hogyan látod, hogy az itt megfogalmazott akár javaslatok közül mennyinek lesz arra esélye, hogy a Fideszes Mezőgazdasági Bizottság tárgy sorozatba vegye? Mik a bizottságon kívüli lehetőségek arra, hogy érvényesítve legyen a viradatprogramban általad is megfogalmazott politika? Amikor a Mezőgazdasági Bizottság első ülésén volt szerencsém részt venni, akkor az agrárminiszter jelölt úr, aki nagy várakozásra és csodára, aztán most agrárminiszter lett újra, elmondta a beszámolóját és a programját, akkor az az igazság, hogy én azt mondtam a reagálásomban rá, hogy nagyjából ezzel 120%-ig egyet tudok érteni, amit most elmondott agrárminiszter jelölt úr, aki azóta agrárminiszter lett. Csak hát azt szeretném megkérdezni, hogy miért kellett a keleti szomszédunkban egy háborúnak kitörnie ehhez, és miért kellett megvárni az 5. Orbán kormányt ahhoz, hogy azokat az alapvetéseket, amik a magyar föld védelméről szólnak, amelyek a magyar földnek a lakosság ellátását biztosítandó dolgokról szólnak, azokat most hozzák meg. Hiszen most kezdett a Fidesz kínlódva kapálózni, most beszél helyi agrárlogisztikai központokról, ugye itt Ásotthalmon is megtekinthetünk ilyet, most mondják azt, hogy a rövid ellátási lánc lesz a jövő, hiszen mindenképpen jó lenne a helyben megtermelt javakat helyben feldolgozni, aztán helyben értékesíteni, de miért kellett, hogy ehhez ennyi idő elteljen? És hát nem akarok üres patronokat és kliséket puffogtatni, de hát én azt gondolom, hogy a magyar föld az nemzeti kincs. A magyar földdel úgy kéne gazdálkodni, hogy az a magyar jövő alapja legyen. Én azt gondolom, hogy a Debrecen mellett megvásárolt és 1 méter termő rétegét elhordott 400 hektár, ami BMW gyár, az nem fog kenyeret adni a magyar embereknek. A kínai és koreai akkumulátorgyár az megint csak nem fog kenyeret adni a magyar embereknek, de a leszárzózózott területek sem fogják megetetni a magyar nemzetet, arról nem is beszélve, hogy szerintem egyenesen hazaárulás napelemparkokat tenni nagyon jó minőségű magyar földekre, hiszen azokkal akár egy gyárnak az oldalát vagy tetejét is beburkolhatnák, csinálhatnának fedett parkolókat, a nagy bevásárló központokon pont meg lehetne termelni azt az energiát, amire szükségünk van, mert hogy látjuk, hogy az energiára szükségünk van, de azt is fogjuk látni, sajnos én egy kicsit borulátó vagyok, hogy az élelmiszerre még nagyobb szükségünk van. És amikor el kell dönteni, hogy wifizünk éppen, telefonozunk, vagy a lapos tévénket nézzük, vagy inkább eszünk, akkor én azt gondolom, hogy itt a sátorban ők is fogják tudni, hogy mi a helyes válasz. De hát ezeken a földeken, amiről a termőréteget elhordták, amiken ilyen életellenes napelemparkokat építettek, azokon már nem fogunk tudni termelni.
Tehát a magyar földnek a pusztítása az a magát nemzeti keresztény és konzervatívnak mondó Fidesz kormányzat alatt talán még sokkal jobban működik, mint a baloldal ideje alatt. És egy nagyon egyszerű példát mondanék el önöknek. Egy videót forgattunk, elhívtak engem Zala megyébe, lehet, hogy akik látták is önök közül ezt a videót, azoknak ismerősen fognak csengeni a következő sorok. És én roppantul örültem, hiszen egész Csonka és egész nagy Magyarország hazámat én roppant mód szeretem. Így örömmel mentem Zala megyébe, és hát mondtam, hogy akkor egy jót fogunk kirándulni itt az erdőkbe, a völgyekbe és a dombokon, és mondták, hogy hát kirándulni fogunk, de csak műúton. És mondtam, hogy hát ez milyen kirándulás, hát én szeretnék kimenni az erdőkre, a földekre, és mondják, hogy az azért nem fog sikerülni, mert egy osztrák gazda megvásárolta 5 falu határát, bekerítette 2 méteres vadhálóval, szöges drótot húzott ki fölé, ezért egész egyszerűen kikerítette az én olvasatomba ezt Magyarország szívéből, és nyugodtan kitehetné, hogy külső Ausztria táblát a falu határában, hiszen az a föld az megszűnt magyarnak lenni. És nagyon jó a kontraszt, a termő, a még termő, hozzáteszem, a még termő földet és réteget, azt elvitte az osztrák gazda, persze ő azzal a monokulturális gazdálkodási formájával, azzal kiszipolyozó, szétműtrágyázó, szétgyomirtózó gazdálkodási formájával, amit végez, elsivatagosítja a területet, ezt elvitte, viszont a terméketlen aszfalt műutat, azt meghagyta a magyar államnak, azt tartsuk karba mi azért jó pénzért, és hát ő fogja a böhöm nagy John Deere, meg nem tudom, Steyr traktorjaival használni ezt úgy is, és minden gyakorlatilag érték, ami megterem ezeken a földeken, legyen az akár mezőgazdasági termék, legyen az akár az erdőgazdaságnak mondjuk 200 éve várt produktuma, hiszen én láttam ott olyan méteres töltfa tőkéket, amiket nem tegnap teremtett a jóisten. Ezeket mindet kihurcolják Ausztriába, egész egyszerűen egy gazda testnek használják ezt az országot, lelakják, felélik, aztán köszönjük szépen, majd továbbállnak. És most a legmegdöbbentőbb, az pedig az lenne, miszerint hogyan nyomja rá a bélyegét ez az ott élőknek, a magyar embereknek a mindennapi életére. Amikor egy kézbe kerültek ezek a földek, azzal együtt értelemszerűen kivette a magyar emberek kezéből a mezőgazdaságot, az erdőgazdálkodást, az állattenyésztést és az ezekre épülő feldolgozó ipart is. Az ott élő embereknek nem maradt más választásuk, mint vagy ingáznak 100 kilométert mondjuk, és így próbálják meg a család asztalára letenni a kenyeret, vagy pedig már inkább belefáradtak az ingázásba is, elmennek hova máshova, Ausztriába vendégmunkásnak. Addig, amíg eljött ide grófot vagy bárót játszani az osztrák gazda az ő borzasztó nagy tőkéjével, addig a magyar átlag ember, aki addig a saját földjéből élt, vendégmunkásnak kényszerül kimenni Ausztriába. Ugye ez már szerintem így nincsen jó, de nézzük meg, hogy demográfiailag ez milyen hatásokat vetít előre. A Gutor földei általános iskolába 1978-ban 540 gyerek járt. Eltelt 44 év, és önök szerint hány gyerek jár ugyanebbe az iskolába? Iskola még van, sokan azt szokták mondani, hogy már iskola sincs, még van, még nem vette meg Lölő vagy valamelyik haverja, hogy abból aztán majd egy vendégházat vagy egy vadászkastélyt építsen át. De hát a szomorú valóság az az, hogy ebbe az iskolába 12 gyerek jár. Ha elgondolkodunk ezen, hogy a 12 gyerek vajon fent fogja tudni tartani ezt az 5 települést, meg fogja tudni tartani magyarnak, akkor nagyon gyorsan rájövünk, hogy még egy település sem fog tudni megtartani magyarnak. Így egész egyszerűen ez az 5 település, ez megszűnt magyarnak lenni. És ugye látjuk azt, hogy terjeszkednek, és már nem csak Győr-Moson-Sopron megyét, már nem csak Vas megyét, már nem csak Zala megyét érinti ez a probléma, hanem bizony jönnek szépen a Dunántúlon, haladnak erre felénk, és hát most már Baranya megyét is úgy, ahogy van, szinte tokkal vonóval felvásárolták. És az a probléma, hogy innentől kezdve ezek a földek nem a magyar nemzet javát szolgálják, nem a magyar emberek boldogulását szolgálják, és egész egyszerűen széthordják a hazánkat, Júdás ezüst forintokért, vagy tallérért, pénzért megveszik a magyar földet, és innentől kezdve ez egy olyan visszafordíthatatlan folyamatot fog elindítani, hogy egyszerűen kirántják lábunk alól a talajt, hazátlanok leszünk, hontalanok leszünk a saját országunkban. Nem elég, hogy itt a déli határon
támadják a migránsok, akik ki tudja honnan jönnek a harmadik, negyedik világból, egész falvak indulnak el, ugye, és egyszerre érkeznek akár ide Ásotthalomra. Nem elég nekünk az, hogy a keleti szomszédunkban éppen az oroszok megint a Spice-ban vannak, és egy háború zajlik. Nem elég, hogy északról és Nyugat-Európából egy borzasztó tőkeerős réteg érkezik, akik mindent fel akarnak vásárolni, nem csak a földeket, hanem minden mást is, hanem még ezer probléma sújt minket. Na de hát hol a kiút? Mert mi most azért ülünk itt, hogy elmondjuk önöknek, hogy mi lehet a kiút. Én azt gondolom, hogy a kiút az az lehet, hogy a magyar föld nem eladó, már hallottuk talán ezt, ezt komolyan is kéne venni. Nem feltétlenül a törvényeink rosszak, vagy a jogszabályaink, hanem egész egyszerűen azoknak a betartása valahogy nem sikerül, hiszen hogyha mondjuk a földtörvény megtiltja azt, hogy külföldiek föld tulajdonhoz jussanak, az alaptörvény még simán lehetővé teszi ezt számukra. Tehát egész egyszerűen a szabályozása nem jó ennek a kérdésnek, ennek a témának, márpedig ha erre nem fogunk odafigyelni, hogyha ezt nem fogjuk mi rendbe tenni, akkor más nem fogja, hiszen látjuk, hogy üzleti érdekek azok mindent felülírnak. Mi azt gondoljuk, hogy ebben az országban a magyar jövő alapja az a magyar föld. Mi azt gondoljuk, hogy nem a nagy birtokrendszert kéne erősíteni, hiszen elméletileg természetes személy nevén ma Magyarországon egy, azaz egy hektár 10 000 négyzetméter föld lehet. Már ezzel sem értek egyet, hiszen miért lehetne egy magyar embernek csak egy hektár földje? Miért kell neki ehhez mondjuk szakirányú végzettséget szereznie, hiszen ő eddig is ebből élt, ezután is ebből szeretne, de ha nincsen neki mondjuk egy aranykolászos gazda képesítése, akkor ő nem vehet egy hektár földnél nagyobbat. Akinek van ilyen képesítése, az elméletileg 300 hektárt vagy 6 000 aranykoronát birtokolhat, ami egyébként szerintem pont elég ahhoz, hogy tisztességesen megéljen belőle akár még egy több generációs család is. De miért van már akkor egyből olyan kitétel, hogyha mondjuk családi gazdaságban végzi valaki a termelést, akkor már 1200 hektárja is lehet, és mondjuk, hogyha vetőmag előállítóként ténykedik, akkor már 1800 hektárja is lehet. Na de hát az 1800-tól még mindig nagyon messze vagyunk, hogyha mondjuk Csányi Sándor vagyonát becsüljük meg, hiszen neki meg több 10 000 hektárja van, egész egyszerűen a magyar embereknek nem hagy földet, hiszen nála összpontosul minden. És ha a földek nála összpontosulnak, akkor nála összpontosul majd az arra épülő feldolgozó ipar is, és az olyan veszélyeket rejt magában, hogy egész egyszerűen egy idő után majd eldöntik ezek az emberek, hogy kik ehetnek és kik nem. És egész egyszerűen azzal is el lehet ezt dönteni, hogy az infláció látjuk, hogy milyen rombolást végez, láthatjuk, ahogy az input anyagok, az ára az a csillagos egekben van, tehát már szinte nem is éri meg gazdálkodni, de aki még gazdálkodik is, és most az aszályt azt tegyük félre erről az asztalról, az is nagyon ki kell, hogy számolja, hogy egyáltalán még hasznot termele, hiszen az árak borzasztóan felmentek, tehát a mezőgazdasági termékeknek az ára az a csillagos eget súrolja, hiszen tavaly mondjuk 4 000 vagy 6 000 forint volt nálunk egy mázsa búza, addig idén 12 000 forinttól indul a legrosszabb minőségű, a malomipari, az pedig elérheti a 20 000 forintot. Na most, hogyha ilyen árak vannak a gabonánál, akkor előbb említettem önöknek, hogy a napraforgó és a kukorica termésünk az annyira gyalázatos, hogy elképzelni nem tudom, hogy milyen árak lesznek majd. Hogyha kiégnek a legelőink, hogyha nem voltak kaszálóink, akkor egyértelmű, hogy nem csak a növénytermesztés van bajban, hanem az állattenyésztés is. Láthattuk a megdöbbentő képeket innen nem messze, a Hortobágyon égett ugye a legelő, és az állatok beszorultak gyakorlatilag egy ilyen háromszögbe, amit az út és a tűz vett körül. Egész egyszerűen szó szerint felperzselte a lehetőségét annak a gazdának a tűz, felemésztette, ami még lett volna, hiszen a szálas takarmányárak is az egekben vannak, és nem fogják tudni a gazdálkodók a saját állataikat etetni. De egész egyszerűen az én olvasatomba óriási nagy problémák fognak jönni, hiszen ha az állattenyésztés is elbukik, végleg láthatjuk itt az elmúlt évtizedekben, hogyan számolják fel a fejőstehén állományt, hogyan számolják fel mondjuk a szőlő termelőket, hiszen a zöld szüretet támogatták, a sertéstenyésztést, így van, a baromfi ágazatot mindenféle betegségekkel, kényszervágásokkal, akkor láthatjuk, hogy most összevont támadás alatt áll a magyar mezőgazdaság, és szerintünk ebből a kiút csak az lehet, hogyha az előbb említett vízgazdálkodást ezt helyre tesszük, és hogyha helyre tesszük azt, hogy a magyar föld az a magyar embereké. Ugyanis van egy Anasztázia nevű mozgalom, ez Oroszországban ténykedik főként, ők arra álltak be, hogy egy hektár földből hogyan tudja egy család eltartani magát.
És én azt gondolom gyakorló gazdálkodóként, de szerintem ezt Pista is meg tudja, vagy Dani is, hiszen ő is gazdálkodik erősíteni, hogy bár profitot nem fog tudni előállítani az a család ezen az egy hektáron, bár még ez sem biztos, hogyha mondjuk zöldség vagy gyümölcs termesztéssel foglalkozik, de arra pontosan elég az az egy hektár föld, hogy a család a saját szükségleteit ellássa. És ugye itt Ásotthalmon is, illetve nálunk Cserháthalápon is elindult egy ilyen program, hiszen itt Ásotthalmon tanyát adnak azoknak az embereknek, akik szeretnének itt letelepedni, akik vállalják azokat a kritériumokat, amik meg vannak szabva, és hát próbálja meg mindenki, hogy milyen megélni a magyar földön. Sajnos a tudatosság az egy nagyon fontos dolog, de egy nagyon veszélyes is, hiszen itt tudatosan az elmúlt évtizedekben lenevelték a magyar embereket arról, hogy a földdel szorosabb kapcsolatban legyenek. Egész egyszerűen egy barátom, Hibei Zsombor Zala megyéből, ha már megemlítettem Gutorföldét, szokta mondani, hogy egész egyszerűen elszakították a magyar embereket a magyar földtől, például akkor, amikor a panel programot bevezették, szó szerint az addig vidéken falun élő parasztokat bezsúfolták ezekbe az emeletes épületekbe, ezekbe a beton dzsungelekbe, és elszakították őket a magyar földtől. A magyar föld az már, ha másért nem is lenne jó, már csak azért is jó, mert hogyha két lábbal állunk rajta, akkor a büszke öntudatunk mellett azért rengeteg olyan tapasztalatot, rengeteg olyan tudást ad nekünk, ami az életben nélkülözhetetlen. De ha még esetleg olyan tudás birtokában is vagyunk, hogy hogyan lehet azt megművelni, és hogyan lehet azt termőre fordítani, hogyan lehet ott értéket előállítani, akkor azt gondolom, hogy jöhet bármilyen idő, a megmaradásunkat ezt fogja garantálni. A Horthy korszakot rengetegen szokták bírálni, és ugye mindig elmondják, főleg a balosok, hogy a Horthy korszak a 3 millió koldus országa volt akkor Magyarország, és én erre mindig azt szoktam mondani, hogy valóban, csak nézzük már meg azokat a történelmi tényezőket, amik a 3 millió koldus országává tették ezt az országot. Egész egyszerűen akkor a gazdasági világválság, a világháború, utána Magyarország megcsonkítása, átrendezése, megsarcolása, ez mind-mind azt erősítették, hogy egy borzasztóan nehéz gazdasági időszak következett az ország számára, és Horthy Miklós kormányzó úr is, aki maga is gazdálkodó volt, tudta jól, hogyha a városlakókat nem segíti, akkor ők már holnapra fognak éhen halni. És azt is tudta jól, hogyha a vidéket különösebben nem segíti, akkor ott olyan emberek éltek még akkor, akik, hogyha egy magjuk van, ők abból is meg fognak élni, mert ők azt is termőre fogják fordítani. A kommunizmus nem véletlenül támadta pont ezt az ágát az életnek, és elvették az emberektől ezt a tudást. A mai fiatalok, senkit nem akarok megbántani, akik itt ülnek, gondolom valamilyen szinten őket a téma érdekli, de a nagy többségről beszélek, a mai fiataloknak fogalmuk nincs erről a tudásról, fogalmuk nincs az életről, és arról sincsen fogalmuk, hogyha a nagyon nehéz idők, amiket most látunk, ezeket a viharfelhőket, hogy gyülekeznek, ha ide ér a vihar, akkor mit fognak kezdeni saját magukkal. Tehát a mi hazánknak, a mi felelősségünk az, hogy ezt a tudást, ezt visszaadjuk az embereknek. Hogy a magyar földet ne egy pár ember bitorolja, hanem igenis addig harcoljunk érte, hogy még a legtöbb ember földhöz tud jutni azok közül, akik szeretnének. Akik nem szeretnének, a választás lehetősége előttük van. De én azt gondolom, hogy ezek az embert próbáló idők nagyon sok embert rá fognak arra döbbenteni, hogy egész egyszerűen nincs más kiút. Én láttam vidéken, amikor felszántották a kertet, aztán elvetették fűmaggal, és utána nyírták a füvet, ugye hát ez nem sok hasznot hozott, és most látom, hogy ismét felszántják ezeket a kerteket, és a fű helyett most már a veteményes jelenik meg, így, ahogy Pista is mondta, hiszen egész egyszerűen rájöttek, hogy ha a Tesco polcai kiürülnek, akkor ők éhen fognak halni. Na de hát nem is kell a Tesco polcainak kiürülni, elég, hogyha a tank vagy az AdBlue tartály ürül ki, hiszen hol az egyikből van hiány, hol a másikból, hol az egyikért kérik el gyakorlatilag a csillagoseget, hol a másikért, ha nem jutunk el a Tesco polcaiig, mi már akkor is éhen halunk. Akkor, amikor az ember vidéken él, és saját kerttel rendelkezik. Tehát a tudást kell visszaadni az embereknek elsősorban, a földet kell visszaadni az embereknek, és azt a tartást, ami egyébként azzal jár, hogy mi magyar emberek vagyunk. Mert a legtöbb magyar sajnos már ezt is elveszítette. Az EFOT fesztiválon is voltunk előadást tartani, és ott beszélgetni az ottani fiatalokkal. Hát megdöbbentő az a állapot, ahol éppen tartunk. Megmondom őszintén, nem az én közegem volt, bár borzasztóan örültem, hogy jó gondolkodású fiatalok is voltak ott, és a fiatalok az első szavazó körében 11%-on áll a pártunk. 13.
Köszönöm szépen, Daniel, akkor a helyesbítést. Tehát azért ez, én úgy gondolom, hogy minimális optimizmusra is ad okot, de egyébként az ottani közeg, az a közeg, akik mondjuk a közösségi háló emlőin nőnek fel, akik mondjuk az éjjel-nappal Bukarestet, vagy Budapestet, vagy nem tudom, mit néznek valamelyik szent csatornán, ők én úgy gondolom, nagyon távol állnak az élettől, és nem lennék az ő helyükben. És nagyon fontos, hogy mi az oktatásra is kellő figyelmet fordítsunk, hiszen ott dől el minden. Egész kiskortól meg kell azt szoktatni a fiatalokkal, hogy tiszteljék a magyar földet, hiszen én nekem a hátamon áll a szőr, amikor látom, hogy a McDonald's-ba betérnek étkezni a fiatalok, és nemes eleganciával, amint megtették ezt az étkezést, már dobják is ki az autónak az ablakán az üres zacskókat vagy dobozokat. Tehát egész egyszerűen onnan kéne indulni, hogy megtanulják tisztelni a földet, megtanulják tisztelni a környezetet, aztán kapjanak egy olyan tudást, ami az élethez szükséges, mert rengeteg mindent belepréselnek a fejükbe az iskolába, de az a való világban, az életben sajnos nem sok mindent ér. Tehát ezt a tudást is vissza kell nekik adni, mert egész egyszerűen láthatjuk, hogy azért a világon vannak olyan országok, ahol még mindig ugyanúgy működnek, mint ahogy 100 éve. Ezek a dolgok, ezek alapvetések, ezek nem kor, vagy éppen aktuális trend függő kérdések, hanem ez az életnek a kérdése. Ha valaki bizonyos tudás birtokában van, akkor élve marad, ha valaki nincs, az pedig nem marad élve. Amióta a világ, ez így működött, és nekünk arra kell az embereket sarkalni, hogy ennek a tudásnak újra a birtokába kerüljenek. Arra kérjük az Apáci urat, hogy a reakciójába fűzze bele azt, amit a Dávid már félig meddig elkezdett, gyakorló családapaként te is, hogy hogyan lehet a jövő generációjának átadni mégis ezt a nehéz ágazatnak a szeretetét. Azért külön választanám itt a kérdés megválaszolásánál, hogy a mi gyermekeink könnyebb helyzetben vannak, mert vannak olyanok, akik megmutatják nekik, hogy hogyan kell mondjuk veteményezni, hogyan kell értéket, a földből értéket előállítani, termelni. Viszont nagyon sok esetben azt látom, és pont ezeket a gondolatokat morzsolgattam magamban, hogy higgyétek el, a muszáj, a kényszer lesz a legnagyobb úr. Drága, megboldogult nagypapám szavai jutnak eszembe, amikor Isten nyugtasan megkérdeztem tőle, hogy ugye, kicsit már kezdett elegem lenne az almaszedésből, így zsenge gyerekkoromban, hogy papa, vasárnap is szoktunk almát szedni? De megkérdezte az öreg, hogy figyelj már István, vasárnap is szoktál enni? Hát hogyne, persze. Na hát akkor vasárnap is kell almát szedni. Hát amikor eszel, ahhoz képest is mindig kell almát szedni, tehát ő is erre világított rá, hogy a nem feltétlenül szabadidős program ez, vagy az ember saját szabad akaratából mit szeretne, a muszáj, a kényszer rávezeti erre az embert. És egyébként nagyon nagy hiba egyrészt a földtől való elszakadás, másrészt a fizikai munkától való elszakadás. A hihetetlen nevelő hatása van a munkának. Nagyon, nagyon komoly alapigazság van abban a régi magyar mondásban, hogy a munka nem esít, bár sokan azt mondják, hogy ha munka nem esítene, akkor ők már bárók meg hercegek lennének, mert annyit dolgoztak, és mégsem igazán tartanak ottól szeretnék. Ez általában nem az ő hibájuk, hanem az elmúlt 32 év kiszipolyozó politikájának a következménye. De higgyék el, vagy higgyétek el nekem, hogy a múlt hét vasárnap kevesebb színes vonaglás láttunk volna bizonyos közterületeken, hogyha azok, akik ott vonaglottak, mondjuk méltóztattak volna megmártozni a fizikai munka képzeletbeli medencéjében, mert garantálom nekik, ha eljöttek volna egy-két napra mondjuk akácot ápolni, almát szedni, különböző mezőgazdasági munkát végezni, fát vágni, sok mindenre lett volna energiájuk a nap végeztével, de arra biztos nem, hogy különböző ilyen furcsa szeánszokon és felvonulásokon vegyenek kérdés, részt. Melyik felét fogják meg a szerszámnak, bocsánat? Hát, igen, ez áthallásos, és a magyar nyelv végtelen gazdagság adta lehetőségekkel, Dani most élt, de hogy egy kicsit filmes hasonlatot is mondjak, ilyenkor mindig Anthony Hopkins szava jutnak eszembe, egy talán a Bárányok hallgatnak első vagy második részében mondta azt, hogy próbálom egy kicsit finomabban kifejezni, hogyha a lovaknak elektromos ösztökét dugnak a hátsójába, akkor akár még kártyázni is megtanulnak, és most jön a lényeg, csak feszültség kérdése az egész. Tehát már pedig most, barátaim, feszült időket, nem akarom elpoénkodni, de feszült időket élünk, és szó szerint annyira leegyszerűsödhet, hogyha enni akarunk, ha táplálkozni akarunk, akkor fel kell venni a régi munkamódszereket, a régi szerszámokat, fel kell ásni a kertet, töredék költségen lehet előállítani olyan alapvető zöldségeket, amelyeket gyémántáron tudunk megvenni a boltokban,
sokkal silányabb minőségben gyakorlatilag íztelenül, vagy a kedvencem, hát a negatív rekord, amikor az uborkának, a paprikának és a paradicsomnak kb. Ugyanaz az íze, nagyjából ugyanazokkal a rákkeltő adalékanyagokkal van tele. Ugyanaz a vége, mint a túl sok McDonald's-nak, meg egyéb ilyen gyors étteremnek, hogy megtermeljük a gyógyszeripar hasznát is, mert hosszú évek vagy évtizedek alatt, ki rövidebb, ki hosszabb idő alatt garantáltan súlyos beteggé eszi vagy esszük magunkat, és aztán mehetünk majd különböző gyógykezelésekre, amivel majd a gyógyszeripar fog nagyon jó járni. Ami pedig a magyar földvédelmét illeti, sajnos ellen pillanatban e tekintetben egy kis pontosítást kell tennem, nincs az az egyértelmű mondat benne a magyar alaptörvényben és a földtörvényben sem, hogy magyar termőföld felszíni vagy felszín alatti víztulajdon jogát nem magyar állampolgár nem szerezheti meg. Annak idején én magam is a benyújtók között voltam még az alaptörvény 2012-es megalkotásának folyamatában, ugyanazzal a lendülettel húzta ki, meg vágta ki a Fidesz a kukába, mint amely nagy lelkesedéssel mi beadtuk. Egyértelmű tilalmakat kell felállítani. Ezeket akár az unióval való szabadságharcot is vállalni, hát ha valamiért, akkor ezért érdemes valódi szabadságharcot vállalni. Ezeket a tilalmakat betartatni, és ha már ilyen jogsértő állapotok, mint itt elhangzott, döbbenetes állapotokat, mint itt Zala megyében is láttunk, előállnak, akkor pedig az ezekhez kapcsolódó szerződéseket meg lehet és meg is kell támadni, akár egyébként megtámadhatja az ügyészség, vagy közérdekű keresetet is lehet indítani, és ráadásul ezeknek a szerződéseknek a semmiségét ki lehet mondani, nincs elévülés, hiszen a valamely szerződés semmiségére, jelesül például, hogy jogszabályba ütköző, vagy jó erkölcsbe ütköző, vagy objektíve értékaránytalan, tehát mondjuk gyalázatosan alacsony áron jutott valaki hozzá például termőföldhöz, erre bárki bármikor határidő nélkül hivatkozhat. Tehát ne dőljünk be azoknak a mesebeszédeknek, hogy elévült, ugye állna az elévülés mögé bújnak azok, akik kifogást keresnek megoldások helyett. Ezek nem évülnek el, az meg pedig egy plusz extra érv, hogy a tulajdonjogi igény meg azon kívül soha nem évül el. Tehát lenne védekezési lehetőség, csak jelen pillanatban nem fűződik hozzá politikai érdek. Egy 6%-kal a parlamentbe bekerült most, legalább annak a dupláján álló és dinamikusan növekvő ellenzéki párt egy kétharmaddal szemben, nyilvánvalóan a nyilvánosságra hozatal eszközeivel tud leginkább élni, plusz jogi segítséget nyújt azoknak, akik mondjuk ilyen jellegű pereket kívánnak elindítani. A nyilvánosság ereje önmagában sokszor jótékony hatással bír, nem old meg minden, de sokszor jótékony hatással bír, és annak az összegnek a töredékéért, amiben mondjuk az oligarchák kerülnek, mondjuk például Csányi Sándor, nagyon sok magyar fiatal, vagy éppen középkorú, vagy középkorosztályban lévő, akár már régóta vidéken élő, akár oda visszatelepedni kívánót tudnánk legalább mondjuk egy hektár földhöz juttatni. Emlékezetem szerint legalább 1 millió hektár nem erdőművelési ágú, szántó legelő, ritkábban gyümölcsös, de inkább szántó legelő művelési ágú állami tulajdonú terület van. Ezek persze nem egyenletes eloszlásúak. Nálunk Szabolcs, Szatmár-Bereg megyében például nincs olyan, az én tudomásom szerint legalábbis nincs olyan túl sok, de ott, ahol erre lehetőség van, bőven lehetne gyakorlatilag vagy díjmentesen, vagy jelképes összegért hosszú távú földhasználatot biztosítani azoknak, akik visszakívánnak találni saját önellátás, és egyébként akár a pluszban értékesített termékek előállítás érdekében a vidéki élethez. Nézzük meg azt a vízhiányt, vagy vízkorlátozást, amit a budai agglomeráció településeiben hallunk az elmúlt hetekben. Hát ennek is az a rendkívül egyszerű oka, hogy az ország fejletlenebb régióiból gyakorlatilag elmenekültek az emberek a több és jobb lehetőséget, megélhetést keresve. A saját szempontjából teljesen igazuk van, nem kell őket bántani. Hiszen az egzisztenciális túlélés érdekében oda próbálnak menni, ahol több munka vagy vállalkozási lehetőséget sejtenek. Csak ez magával hozta ezeknek a térségeknek az jelentős túlzsúfoltságát. Az ottani akár víz, szennyvíz és egyéb infrastruktúrális rendszerek nem erre a lakosság számra, nem erre az ingatlan számra lettek kitalálva, vagy készültek el, és ott egyre másra jelentkezik, egy amúgy is aszályos évben ez a probléma. Na most mekkora értéke lenne annak, hogyha visszatalálnának a kiinduló ponthoz, a származási helyhez azok, akik indokolt módon, egzisztenciális kényszertől hajtva települtek oda. Még mi se gondoltuk a Víradatprogram megalkotásakor, hogy többszörösen is igazunk lesz akkor, és nem azért mondom, mert most nagyképűsködünk, vagy úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a legokosabbak, csak józan paraszt észre próbálunk gondolkodni.
hogy a helyben termelt vagy a nyersanyagokat a termelési helyhez minél közelebb kell földolgozni, és a helyi szükségleteket kell belőle kielégíteni. Ugye ezt elsősorban a Covid-válság, meg a józanészék lette, meg az elmúlt 32 év mulasztása, és akkor még mikor ezt megalkottuk, nem is tudtuk, hogy honnan tudtuk volna, hogy február 24-én kitör az orosz-ukrán, pontosabban az ukrán területen zajló orosz-amerikai, vagy orosz-nyugati háború, amely egy plusz extra súllyal nehezedik a világra. És az, hogy most elképesztő áremelkedések vannak, és a kenyér pékáruk esetében újabb 30-40%-okat mondanak, és még nem látjuk a végét, akkor most azt is láthatjuk, hogy az inflációra most mindent rá lehet, meg a háborúra mindent rá lehet fogni. A háborúra, meg a Covidra. Most annak is megemelik az árát, élelmiszer és más alapanyagnak, ahol egyébként semmi nem indokolja, csak a kereskedők profitésége. És az, hogy emelkednek felvásárlási árak, ott, ahol a gazdák ezzel a felvásárlási árszintje jójának, ott ennek részben van az ilyen nemzetgazdaság előnye. Az, hogy infláció felhajtó hatása, az nyilván egy óriási probléma, de higgyék el nekem, vagy higgyétek el, nem a gazdákra, nem a termelőkre, a földművesekre kell haragudni, akkor, amikor extrém zöldség, gyümölcs, hús, kenyér és egyéb árakkal találkozunk, hanem döntően a kereskedői hálózatra, amely a magyar földműves verejtékes munkájának a gyümölcsét learatja, lefölözi, és sok esetben a földműves ember úgy érzi, hogy ő azért dolgozik, hogy a nap végén vagy a szezon végén jól elfáradjon, és mindig annyi vért csapolnak le belőlünk földművesek, hogy éppen életben maradjunk, bocsánat a kifejezést, ne dögöljünk éhen, ne menjünk tönkre, hogy a következő évben is tudjunk termelni. Nyilván van egy olyan réteg, amelyre ez nem igaz, tehát az mondjuk az a látványos réteg, amely sokszor ennek a nagyon nemes foglalkozásnak a rossz hírét kelti, a luxus terepjárók, meg a Isten tudja milyen luxustak a világa, de az a csili-vili kirakat nem az átlag. A földművesek nagy átlaga nem ilyen körülmények között termel, hanem folyamatos túlélésért küzd, vagy ha marad egy kis haszna, akkor inkább fejleszti, beforgatja, vagy próbálja a munkaerő hiányt, ez is egy óriási probléma, a munkaerő hiányt helyi munkaerővel megoldani. Ezen talán némileg az építőipar sajnálatos válsága, kezdődő válsága talán némileg fog enyhíteni, mert rengeteg olyan építőipari munkás fog visszatalálni a vidéki kistelepülésekre, amelyik ugye most egyelőre az építőiparban nem kap megrendeléseket, vagy munkát. Gondoljunk abba bele, hogy 1100 milliárd forintnyi beruházás zároltak tavaly Sunyin a két ünnep között. 465 milliárdot zárolt Orbán Viktor két héttel ezelőtt egy hétfő este egy tolvonással. Ez döntően építőipari beruházásokat érint. Ezek a munkáskezek nem szükségesek egyelőre az építőiparba. A magánépítkezések is vissza fognak esni, ez is borítékolható. Ezek az emberek nagyobb részt találnak a mezőgazdaságban megélhetési lehetőséget. Ez átmenetileg, de hát ez csak az egyik lyukat tömjük, aztán onnan kivesszük a tömést, tesszük a másikban, nagyjából így kell elképzelni. Ez egyelőre enyhíti a helyzetet. Talán Sri Lankai vendégmunkásokra nem lesz szükség, meg Isten tudja, honnan érkezett jövevényekre, de nagyon közel az időpont, amikor végképp a hullámok nem csak a fejünk fölé csaptak, hanem el is döntenek minket, vagy ki húzzák a lábunk alól végképp a talajt. Az a felvásárló maffia, tisztelet a kivételnek, nem akarok mindenkit lebűnözőzni, amely egyébként a felvásárlási árakon kereskedik, az elképesztő. Engem a 200/150-es vérnyomás meg az agyvérzés kerülget, amikor meglátom Pesten, hogy az az alma, amit mi jó esetben 100-120-ért eladunk, vagy annak a sokkal silányabb változata, az mondjuk 400-500 meg 800 forintos kilogrammonként árakon van kitéve Pesten a nagykörúton a különböző boltok polcaira, mert abból mi földművesek nem panaszkodni akarok, mert mi még úgy tartjuk magunkat, egy büdös vasat nem látunk, de annyit látunk, amennyit majd 60-90-120 vagy 180 nap után kifizet nekünk a felvásárló. Az, amivel tehát ti találkoztok, az a kereskedők hiénázása idézi elő, és azt tudjuk jól az Oroszlán király című rajzfilm óta, hogy egy hiénának soha nincs tele a bendője, ez a hién a legfőbb ismérve. Azt pedig mindannyian tapasztaljunk, hogy az infláció nem százalékokban mérhető, mint hogy nekünk hazudják. Nem tudom, hogy számolják a 18%-ot, hanem sokszor inkább szorzó számokban mérhető már az infláció. Legjobb esetben a másfeles szorzótól az elmúlt egy évet tekintve 3-4 vagy 5-szörös szorzókig mentek fel, rendszerint a legnagyobb mennyiségben fogyasztott élelmiszerek árui, és sok esetben semmi nem indokolná, csak az a mértéktelen profitéség,
amelyben most egyesek meglátták, kereskedőként meglátták a talán soha vissza nem térő lehetőségeket. Képviselő urak, a frakció időkerete lejárt, hogy stílszerű legyek, és a mezőgazdaságban a vetésforgó az egy ősi alapelv, ez ide is vonatkozik a magyar jelen kis színpadára. Viszont mielőtt átadnánk a következő szekciónak a lehetőséget, még egyetlen egy gyors bulváros kérdést tőletek is megkérdezem, hogy a nagy színpadi, és illetve itt a kis színpadi közéleti előadások közül, és a nagy színpadi koncertek közülti személyesen melyiket várjátok a legjobban, Dávid? Én személyesen, mivel egy Dunaszigetről estem be, Dani, még magam sem tudom, hogy melyiket várom legjobban, talán a reggelit majd fogok keresni itt egy nagyon jó lángosos, hogyha van esetleg. De hát természetesen minden koncert, én azt gondolom, hogy megfelelő színvonalú lesz itt a Magyar Szigeten, úgyhogy mindenkinek bátran tudjuk ajánlani, akár itt a kis színpadot, akár majd a nagy színpad koncertjeit. Ne siessen senki, és élvezzék ki ezt a napot, én úgy gondolom. Illetve hát zárszóként talán annyit hozzátennék, hogy amíg a két nagy politikai tömb egymás radírozásával, vagy egymás szeretelésével volt elfoglalva, addig egyért rá egy programot írni. Ezt már említette ugye dr. Apáti István, ez a Véradat program volt, amit nem mások írtak, mi magunk és önök, ti veletek együtt írtuk, a magyar emberekkel együtt írtuk, és nem mondom, hogy nincsen benne, amit még esetleg lehet tökéletesíteni, amivel esetleg még ki lehet bővíteni, de alapvetéseknek már első osztályú, és azt gondolom, hogyha csak annak mentén kezdenénk el egyszer kormányozni ezt az országot, akkor már én szerintem sokkal előrébb tartanánk, mint ahol most tartunk, mert egész egyszerűen a pénzek nagy része az nem jól van felhasználva, az nem oda van költve, ahova kéne, hiszen mondjuk a stadionok helyett akár lehetett volna árvízből majd kinyert vizeket ártéri árvíztározókba gyűjteni, vagy völgyzáró gátakat lehetett volna építeni, és ezer olyan dolgot lehetett volna csinálni, ami valóban a magyar földnek a megmaradását és a termőképességét javította volna, de ez nem volt fontos eddig sajnos. Ha rajtunk múlik, akkor mi mindent megteszünk azért, hogy a magyar földnek ne csak múltja, hanem jövője is legyen. Köszönjük szépen a lehetőséget, és köszönjük szépen a figyelmet. Bulváros kérdés, igyekszek bulváros választ adni. Bár sajnos nem tudok itt lenni, de a Kárpátia koncertet várom, vagy vártam a legjobban, de ugyanígy várom egyébként egyre feszültebben, ahogy telik múlik az idő, a szlován Fradi visszavágót. Azt még úgy várom, és remélem, hogy 50 év után sikerül egy hazai pályán szerzett hátrányból fordítva egy történelmi igazságtételt tenni. Hát a választópolgárok a Mi Hazánk vonatkozásában már megkezdték április 3-án a történelmi igazságtétel komoly előtörlesztését, legalábbis elvégezték, és hogyha tényleg van még egy kis plusz igazság, vagy igazságtartalék, hogy így mondjam, akkor este kiverjük a szlovánt. Nagyon-nagyon megérdemelnénk. Én hajlamos lennék elragadtatni magam, mert e tekintetben elképesztően extrém mértékben elfogult vagyok. Hát a múlt hét tükrében, Dávid, hát a legszebb búza közt is akadó csú, hát előfordul néha, hogy nem úgy alakul. Bízom benne, hogy a valós tudásbeli különbség kijön. Ez többszörösen is súlyos presztízs kérdés. Nem csak a 92-es, tehát a 30 évvel ezelőtt gyalázat miatt, amit pont édesapám születésnapján követtek el, az akkor még csehszlovák kommandósa, mert sokan elfelejtik, hogy 93. január 1-től létezik Szlovákia, vagy egy időben hívtuk Szlotákia. 92. szeptember 16-án még csehszlovák kommandósok rontottak a magyarokra, nem fradistákat vertek, ott fajgyűlölő, rasszista alapon vertek magyarokat, csak egy bűne volt az embereknek, nyilván ez nem bűn, hogy magyarok voltak, magyar származások voltak, de elfelejti a média, hogy ezt megismételték akkor már a szlovákok, 2008. novemberében halottak napján, akkor egy Dunaszerdahely szlován meccsen verték a magyarokat. Úgy látszik, hogy nekik ez egy bevett nemzeti sport. Több szerénységet várnánk azoktól, akik mondjuk a saját királyaiktól, ja, hogy olyanok nem voltak, olyan túl sok történelmi hátteret nem kaptak, és anélkül, hogy egy komplet nemzetet meg akarnék sérteni, azért azt a pikírt megjegyzést hadd tegyem meg, hogy szerény egyéni véleményem szerint a szlovákok azok a csehek, akik tudnak magyarul. Köszönöm. Szerintem ez tökéletes zárszó volt. Köszönjük Apáti Istvánnak és Dózs Dávidnak.